Samu Géza első dombovári kiállítását nyitották meg. A kiállítást Samu Géza és Bali Pap Ferenc barátságának köszönhetjük. Samu Géza 1947-1990 között élt és alkotott. Sajnos korai halála miatt egy életvidám, igazi művész veszítettünk el. Nagyon örülünk neki, hogy ma lehetőségünk lesz itt Samu Géza kiállítását megnyitni, több okból is. Egyrészt Dombóvárhoz kötődik, olyan értelemben, hogy a műfáz előtt álló Pogány mitológia című szobra 1979-ben lett felállítva, a művelődési ház nyitásával egy időben. Samu Gézának több olyan nagyméretű alkotása van, melyek egy teremben nem férnének el. Valamint igen érzékeny szobrai is vannak, sok-sok tüskéből, tollból, amiket azonban nem lehetett elmozdítani. Alkotásain és a róla készült képeken kísérhettük végig életútját. Barátai, ismerősei jó szívvel emlékeznek a természetet életre keltő szobrászművészre. Örömmel jöttem ide Dombóvárra, Samu Gézának a kiállítására, kiállítás megnyitására. Nagyon jó, hogy Gézának kiállítása van itt is. A mi életünknek, ennek az időszaknak az egyik legnagyobb szobrásza, fiatalon elhunyt, óriási tehetsége. Ez az itteni kiállítás, ez egy nagyon aranyos kis ékszer kiállítás. Bízunk benne, hogy a Makovecz Imre álmodta tér hamarosan támogatást nyer, és egy felújított méltó pogány mitológia, a teknőszárnyú kerekes angyal továbbra is látható lesz. A szobor folytonos megújulást, az élet jelképét testesíti meg.